Átvette a vezetést a debreceni Deac a Gyergyószentmiklósi Gyergyói Hoki Klub elleni negyeddöntő sorozatban a jégkorong Erste Ligában. A Debrecenben rendezett ötödik találkozón már az első harmadban célra törőben játszottak a házigazdák, két gólos előnyt szereztek, a második harmadban pedig háromra növelték az előnyt. Gyergyó nem adta fel, és nem csak szépített, hanem egyre csökkentette hátrányát. Az utolsó játékrész közepén azonban ismét Debrecen talált be, az utolsó percben pedig a lehozott kapussal rohamozó gyergyóiak üres kapujába még egyszer, beállítva az 5-2-es végeredményt. A sorozatban 3-2-re vezet a Deac, és még egy győzelemre van szüksége a továbbjutáshoz. A hatodik meccset holnap rendezik Gyergyószentmiklóson.